Na mi lesz ebből? Savic. Megpattan a sorfalon, még mindig ott van. Egyenlít a Kecskemét. Egyenlít a Kecskemét. A sírból hozza vissza a meccset a KT-je. Hát ha valami nem volt benne a meccsben, akkor az az. És bevallom őszintén, én magam sem gondoltam rá igazából, hogy a Kecskemét itt egyenlíteni fog. De hát elnézést kérek ilyen értelemben a Kecskemét drukkerektől. Ők biztos bíztak a csapatukban, ami még fontosabb, a játékosok is bíztak saját magukban, és Mogyorósi tud fejjel egyenlíteni. Felugrik Mogyorósi, pedig Vaskó jött mögötte, volt már egy ilyen eset, emlékezhetünk, mikor pont ők ketten zavarták egymást. Itt a kispad öröme.